Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, érdeklődőket, akik most velünk tartanak. A kezdők alkalmának nevezzük ezeket a szolgálatokat, de úgy gondolom, hogy a régebb óta hívő testvérek is épülhetnek az igéből, mert az ige épít is. Akkor történik változás az életünkben, ha Isten igéje hat is a mi gondolkodásunkra, életünkre. Ezeken a kis együttléteinken az Úr imádságával kezdtünk foglalkozni, vagyis kerestük az imádságban az Úr akaratát, üzenetét, és hogy mi is szeretnénk tanulni az Úrtól imádkozni, hogy hogyan is lehet őt megközelíteni, közel jutni ő hozzá. És most ehhez a mondathoz értünk, a Máté Evangélium a 6. részében van, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Tehát az Úr akaratáról lesz szó, arról, hogy az ő akarata a mennyben megvalósul, ugye az angyalok nem mondanak ellene Isten akaratának, ismerik Istent, őt látják, ő vele vannak, és hogy ahogy a mennyben engednek a teremtmények, az angyalok, hogy a földön élő teremtmények is megismerjék Isten akaratát, és engedelmeskedjenek az Úrnak. Egy pár szót az Úr akaratával kapcsolatban, tehát görögül így mondják, hogy teléma, ilyen ezzel a szóval fordul elő az Úr imádságban is. Teléma, hogy legyen meg az Úr akarata, és ez egy csodálatos akarat, az Isten akarata, amit az ember nem mindig tud megérteni, de ha nem értjük meg, és ellene szegülünk Isten akaratának, akkor mi mindig vesztesek leszünk, mert Isten nem az életünk útjait akarja megnehezíteni, hanem meg akar tanítani a nehéz utakon járni, és hogy csak akkor tudunk Isten szerint élni, ha ismerjük Isten akaratát, és meg is cselekesszük azt. Az Isten akarata megnyilvánult már a mi ismereteink szerint a teremtő munkájában is. Isten akarta azt, hogy legyen föld, legyen a földön élőlény, növények, állatok, emberek, és azon kívül még általunk teljesen ismeretlen az a sok-sok bolygó, csillag, égitest, ami körülvesz bennünket, és az ember fáradozik, hogy valami kis töredéket megismerjen. Vannak ismeretek már, bizonyos kis ismeretek, de még a bővebb, részletesebb megismeréstől még messze vagyunk. Tehát Istennek akarata az volt, hogy létrejöjjön egy világ, és hogy egy nagyon csodálatos világot teremtett. Amikor megteremtette az anyagot, nagyon csodálatra méltóan szépé tette ezt a világot, és hogy az embernek tényleg egy csodálatos helyet készített végül is. Az ő akarata mindenek fölött való akarat,
és nem állhat ellene senki, mert ő, amit akar, azt véghez viszi, és az ember, ha meggyőződött Isten valóságáról és szeretetéről, akkor bizonyosak vagyunk abban, hogy amit Isten akar, hogy az jó. Tehát ő, amit elhatároz, azt megvalósítja, és megvan a célja is az akaratának. Mi az Isten akaratának a célja? A szabadítás. Mert ez a világ, amit igaznak, szentnek, tisztának teremtett Isten, ez a bűn miatt megromlott, de Isten meg akarja szabadítani ezt a világot. Vagyis adta az egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus, aki az akaratát teljesítette. Nem akarja Isten azt, hogy valaki is elvesszen. Mindenkinek megadja az Úr a lehetőséget, hogy keresse az ő országát, és hogy aki hisz ő benne, hogy az meg is találja Isten országát. És hogy ő kegyelemből, az ő akarata szerint úgy döntött, hogy a fiaivá fogad bennünket a Jézusba való hit alapján. Tehát az ő akarata mindenek fölött való, és erről fogunk beszélni, de Ágénak át is adom a szót, hogy ő hogyan is, mit is látott ezzel kapcsolatban. Én minden reggel el szoktam imádkozni, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez a szívemnek a vágya. Isten akarata a mennyben maradék nélkül csodálatos módon érvényesül, és az egy olyan csodálatos, így szoktam mondani, más dimenziós világ, amit a szeretet, a béke, az Isten dicsősége ural. Nem tudjuk elképzelni, mert mi testi emberek vagyunk, és ezeket a dolgok, ugye lelki dolgok, de csodálatos módon Isten akarata a mennyben csodálatos és hatalmas, és mindenek felett valóan teljesül, hiszen Isten országát az ő szeretete tartja össze. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy a hit, remény és a szeretete három közül, ugye, ami megmarad, az a szeretet, mert az életen túl is, Isten országába is, Isten szeretete, tökéletessége, akarata érvényesül. És itt úgy tanít az Úr bennünket imádkozni, én úgy gondolom, hogy ez egy óhajnak és vágynak kell lenni az ember szívébe, hogy a földön is legyen meg Isten akarata, hiszen Jézus ismerte a mennyet, ismerte azt a csodálatos egységet, szeretetet, békét, elmondhatatlan fényt és ragyogást, ami a mennyben ő maga is részese volt mindezeknek, de itt a földön nincs meg az Isten akarata. És minden hívő ember szívébe ott kell lenni a vágynak, és az óhajnak, és az akaratnak is, hogy ne az én akaratom, hanem az Úr akarata legyen meg. Tulajdonképpen Isten akarata a szent. Isten akarata a legjobb, Isten akarata tökéletes, és minden ember számára Isten akarata az, ami áldás lehet egészen az egész életre, ezért kell Isten akaratának érvényesülni. És ha az emberben ez a szent óhaj megvan, és ez a vágy, hogy legyen meg a földön is az Isten akarata, akkor ez természetes,
hogy amennyi kijelentetik ebből az akaratból a hívő ember számára, hogy annak engedelmeskedik. Az emberek között sok fajta féle ember van, vannak nagyon gyenge akaratú emberek, akik mindig mások befolyása alatt vannak, és az örökvesztesek, mert nem ismerik Isten akaratát, és nem is tudnak neki ezért engedelmeskedni. És vannak erős akaratú emberek, akik a saját akaratukat érvényesítik, mégsem boldog emberek, bár erőszakoskodnak. És vannak nagy természetű ellen emberek, akik ellentmondást nem tűrnek. Soha nem felejtem el, ugye temetés előtt szoktunk beszélgetni a felekkel, a gyászoló felekkel, és mindig megkérdezzük, hogy mik azok a legszebb és legjobb emlékek, amire emlékeznek a minden élők útján elmenő szerettükre, és sose felejtem el egy nagyon összetöpörödött kis asszonyka, aki megőzve gyűlt, mondta, hogy tudja, olyan nagy természet volt az én férjem, ezért aztán mindenki szenvedett mellette. Nem tudok jót elmondani. Ütött is, vert is, ordibált, kiabált velem is, a gyerekekkel is, még az anyjával is. Igen nagy volt a természete. Ha Isten akaratáról beszélünk, hogy az legyen meg itt a Földön is, akkor a mi akaratunkat mindenképpen alá kell rendelni Isten szent akaratának, hogy az megvalósulhasson. Még akkor is, ha a porszem ember nem akarja ezt, és nincs benne a vágy, Isten akarata mindig megvalósul. Nem az ember határozza meg az élete idejét, sem azt a korszakot, amiben él, hiszen a korombeli kedves testvérek és emberek biztosan emlékeznek arra, hogy hogyan is indultunk, a vörös nyakkendőt akasztották a nyakunkba, hogy milyen ideológiával tömték a fejünket, hogy mennyire istenellenes volt minden. Aztán hirtelen megváltozott, és azok az emberek is, akiknek piros könyvük volt, templomba járók lettek, mert most ez volt az elvárás, így lehetett előrébb jutni. És ha mostani helyzetre gondolunk, erre a szomszédba dúló háborúra, vagy a távol-keleten lévő rettenetes emberi akaratra, hogy kisgyermekek fejét leveszik, hogy lemészárolnak ártatlan asszonyokat, hogy megerőszakolnak olyan asszonyokat, akik a holokauszt megjárták, ez borzalmas. És ez emberi akarat. Egy gonosz akarat, és ettől meg kell szabadulni itt a Földön, a gonosz akarattól, és a gonosznak a sötét akaratától. Isten akaratának kell meglenni, és tervének, és erre vágyni kell, mert a szent, az jó és tökéletes. Tehát a porszem ember az nem ura az életnek. És minden embernek meg kell érteni Isten akaratát, és azt megértette a saját életére nézve, a környezetére nézve, akkor meg kell hajolni Isten akarata előtt. Csak az az ember tud Isten akarata előtt meghajolni, aki az alázat és az engedelmességet válassza, és ezt pedig csak úgy lehet, hogyha az ember megérti Isten akaratát. Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson, hogy megismerje az örökkévaló mennyei atyát, az élő Istent, aki minden hatalom menjen és földön, és akinek az akarata az emberre nézve a legjobb, akinek az akarata a szentség, az ember megszentelődése, és az akarata az üdvösség, Isten szeretet,
a szeretet Istene, és ő nem akarja, hogy egy ember is elvesszen a bűnei miatt, a gonosz és sötét erők befolyása miatt. És éppen ezért az ő akarata előtt, ha egy kicsit is megismeri az ember, akkor térdet kell hajtani, mégpedig a szívünk térdeit kell meghajtani. Még a hívő vallásos emberek között is nagyon sokan vannak, akik nem engedelmeskednek Isten akaratának. A lájtos kereszténységnek ez az egyik ismertető jele, hogy nem az alázat és nem az engedelmesség, nem a megszentelődés iránti vágy az, ami hagyja, hanem az emberi sikerek, az, hogy érvényesülni tudjak, hogy örömteljes legyen az életem. Képtelen vagyok arra, hogy elfogadjam Istentől az ő akaratát. Most, ahogy olvassuk Isten igéjét, Pál apostol leveleit, nagyon megfogott, tegnap este olvastam ezt az ígébe, hogy néktek adatot az a kegyelem, hogy ne csak higgyetek, hanem szenvedjetek is érte. Itt Jézus Krisztusról van szó, és nagyon elgondolkoztam, hogy nagyon sok ember megáll ott, hogy hisz, és hiszi, hogy van Isten, hisz a kegyelembe, de nem tudja vállalni a kegyelemnek azt a mélyebb útját, amely a Krisztus szenvedésé, Krisztusért való szenvedés útja. Én úgy gondolom, hogy azok szegülnek Isten akarata ellen, akik nem ismerik az ő akaratát. És én, amikor megismertem Isten akaratát, akkor én úgy éreztem, hogy mindent oda kell adni az Úrnak, hogy semmi sem fontos. Egyedül az a fontos, hogy ő legyen az életemnek az Ura. És az ő akarata legyen meg az életembe. Amikor átadtam az életem az Úrnak, nagyon fiatal voltam, de attól kezdve igényeltem, hogy úgy a személyes életembe, a kapcsolataimba, a jövőm alakulásában legyen meg az ő akarata, és semmi sem volt fontosabb, mint az, hogy megismerjem, elvegyem, hogy legyen vezetésem arra, hogy mi is az ő akarata, mi van az ő dicsőségére, mivel láthatják meg az emberek, hogy az feltámadott Jézus jelen van ebben a világban, csak úgy, ha megteszem azt, amit Isten akarata. Isten soha nem azt várja tőlem, amiről nem tudok, és amit nem ismerek, de amit kijelentett az ő akaratával, azt meg kell tennem, mert ha megteszem, akkor valóban körülvesz az Úr világossága, akkor kiárad az életemből az ő szeretete, az ő békéje, szentsége és igazsága. Tudnunk kell, hogy ez az akarat gyógyító akarat is. Akarom, tisztulj meg, mondta a poklosnak Jézus, és ez a teremtő akarat abban a pillanatban ezt a beteg testet áthatotta, és tetőtől talpig meggyógyult, a rothadásnak indult test íppé lett, akarom, tisztulj meg. Ismerjük, talán már szó is volt róla, hogy Isten akarata a mi szenté lételünk, vagyis más szavakkal, hogy a megszenteltetés végbe menjen, mert nem úgy szentelődünk meg, hogy ma is egy kicsit igyekszünk jobbaknak lenni, meg holnap még inkább szeretnénk jobbak lenni, és nem úgy, hogy bizonyos vallásos cselekedetek alapján
előrébb jutunk, és akkor úgy érezzük, hogy megszentelődve vagyunk. A megszentelődés a mennyből jön, az Úrtól, a feltámadott Jézustól jön, ő szentel meg a gondolkodásunkban, a beszédünkben, a cselekedeteinkben. És mi, akik hát a bűneink miatt szentségtelen, méltatlan edényekké váltunk, Isten az ő csodálatos akaratából megszentelődhetünk. Ezért imádkozunk is. Tehát ez az akarat, Isten akarata érvényesül abban is, hogyha felismerem az Úr akaratát, akkor képes vagyok az emberi vágyaimat is legyőzni, amiről hát Péter apostol is ír az első levele, negyedik rész, második versében. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogyha én nekem fontos az Isten akarata. És Jézus világosan megmondta, hogy nem megy be a mennyek országba, mert nem megy be senki a mennyek országába, csak aki cselekszi az Atya akaratát. Ő mondta azt ugye, hogy sokan mondják azt, hogy Uram, Uram, de hogy kevesen mennek be Isten országába, mert csak azok mennek be, akik cselekszik Isten akaratát. És akkor ott úgy folytatódik, hogy is van ott az ége, tehát, hogy Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk. Uram, hát nem a te nevedben csináltunk nagy dolgokat. Betegeket gyógyítottunk. Hatalmas dolgok tört, tapsoltak az emberek minket. Minden halleluja vett körül bennünket. És hogy mégis Jézus azt mondta, hogy de aki nem cselekszi az én mennyei atyám akaratát, hogy az nem megy be Isten országába. Tehát az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratához igazítjuk a mi emberi akaratunkat. És legyen meg a te akaratod a mi életünkben. És Jézus minden csodát, gyógyítást, amit itt a Földön tett, mindig az Atya akaratából tette. Sohasem volt független az ember Jézus az Atya akaratától, pedig Isten fia. Itt idézted a poklos megtisztulásával, Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, de az előzmény, az a néhány mondat úgy eszembe jutott, hogy ugye az Úr megkérdezte, hogy hát ha mit akarsz, hogy cselekedjem, és akkor azt mondta, hogy hát ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Micsoda alázat kellett ehhez? És akkor mondta Jézus, hát akarom, tisztulj meg, hogy aki így imádkozik, mint ahogy az Úr tanított bennünk is imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, ehhez az az alázat kell, ami elfogadja Isten akaratát és cselekedetét, hogy úgy szeretett, hogy az egyszülött fiát adta. És hogy az emberek között is, ha valaki lemond az akaratáról, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, ahhoz alázat kell elfogadni. És nagyon sok gyermek élete ment tönkre felnőtt emberként, mert nem hallgatott a szüleire, nem tudta elfogadni az ő akaratukat. És sose felejtem el, egy bizonyos dologba beszélgettem a testvéremmel, és azt mondta, hogy tudod, anyukánknak mindenbe igaza volt, még abba is, amiben ellenkeztünk, és amit másképpen tettünk, már nagyon sajnálom, de neki abban igaza volt. Itt nem arról van szó, hogy kinek van igaza, meg kinek nincs igaza. Itt arról van szó, hogy aki szeret bennünket, és az életét adta,
hogy azt feltétel nélkül el kell fogadni az akaratát, mert a legjobbat akarja, a legtökéletesebbet, üdvösséget, örök életet. Istennek mindig igaza van, embereknek soha. Se nekem, se neked, mert más a nézőpont, más a körülmény, abszolút igazsága nincs az embernek. Akinek van, Isten az igaz Isten, az egyedül élő, egy igaz Isten, és az ő akarata mindennél fontosabb. Én ezért imádkozom el minden nap, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És abból az alázattal, amilyen alázattal a leprás mondta, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. Nagyon nagy szüksége volt a megtisztulásra, a gyógyulásra. De ebben benne volt, hogy ha te mást akarsz, akkor nem erőszakoskodom. És úgy gondolom, hogy nekünk is erre a lelkületre van szükségünk, amit a Szent Lélek munkál bennünk, hogy Uram, ha te mást akarsz, akkor az legyen meg, és ne az én akaratom. És nagyon-nagyon-nagyon nagy távlatokra tanít bennünket itt az Úr, hogy a Földön legyen meg Isten akarata. Most is nagyon nagy szükség van, hogy ebben a világban, ahol az emberek gyilkolják egymást, hogy Isten akarata legyen meg.